Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, önök a Túri Objektívet látják. Műsorunk mai vendége Rózsa Endre, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőjelöltje. Üdvözlöm itt nálunk, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok mindenkit, én is a meghívást szerettem volna megköszönni. Ugyanis hírben már volt alkalmam szerepelni itt a Városi Televízióban, de ez az első alkalom, hogy egy ilyen nagyobb terjedelmű beszélgetés és alkalmam nyílik, úgyhogy köszönöm szépen a meghívást. Én azt tanácsolnám, hogy először kezdjük a helyi, fontosabb információkkal, majd ezt követően térjünk rá az országos helyzetre. Először ugye kétlem, hogy van olyan, aki nem ismerné önt itt a választókerületben, mivel nem először indul országgyűlési képviselőjelöltként, hogyha jól tudom. Mégis hogy mutatná be magát a pártban betöltött szerepéről? Mit tudná elmondani a tévénézőknek? Igen, valóban így van, 4 éve országgyűlési képviselőjelöltként indultam, tehát 2014-ben, de hát egyébként jóval korábbra datálható természetesen a közéleti tevékenységemnek a kezdete, hiszen én 17 éve vagyok immár a Magyar Szocialista Párt tagja. Azt gondolom, hogy ez idő alatt végigjártam a ranglétrát, ifjúsági szervezetben kezdtem el dolgozni a fiatal baloldalban annak idején, mint ahogy nagyon sok 10-20 éves teszi ebben az időszakában, ahol én egy nagyon-nagyon jó közösséget ismertem meg, egy nagyon-nagyon jó közösségnek lehettem hosszú éveken keresztül a tagja. Megyei elnöke voltam az ifjúsági szervezetnek, és 2 éven keresztül pedig országos alelnöke, majd pedig országos választmányi elnöke. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a közösségi építés mellett azért ott már egy picikét az ember a nagy politikába is bele tud kóstolni. És hát szintén azt mondhatom, a pallérozódásomat segítette az, hogy 3 éven keresztül dolgoztam az önkormányzati minisztériumban, és az utolsó 1 évben pedig az államtitkár kabinetfőnökeként, ami azt jelenti, hogy államigazgatási ügyekben is azért nagyon sok tennivalónk volt abban az időszakban. 2010 őszén pedig bekerültem a megyei önkormányzatba, ugye ez immáron több mint 7 éve volt, és 6 éve vagyok az MSZP megyei frakció vezetője. A megyei közgyűlési munka azt gondolom, hogy rengeteg alkalmat adott arra, hogy akár a térségünkben mozogjak, a térségünkben dolgozzak, hiszen azt nem szabad elfelejteni, hogy ebben a ciklusban a fő feladata a megyei önkormányzatnak az, hogy egy körülbelül 54 milliárdos Európai Uniós keretről hozzon döntést a megye tekintetében, ugye egy Szolnokot mindig ki kell venni, hiszen az nem hatásköre a megyei közgyűlésnek, tehát számtalan pályázati döntéssel tudja ebben az EU-s fejlesztési ciklusban segíteni a megyei önkormányzat, akár térségünk településeit is. Ez egy szép munka és egy szép feladat. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió az rengeteget hozzátesz Magyarország fejlődéséhez, és éppen ezért én furcsán tekintek azokra, akik mindig harcot akarnak vívni Brüsszellel, harcot akarnak vívni az Európai Unióval, miközben egy olyan óriási segítség érkezik más tagállamok által Magyarországra, amilyen fejlődés azért nem mérhető el csak saját eszközökből, csak saját forrásból. Tehát most a megyei közgyűlési munkánknak ez teszi ki a fókuszát. Kérdezte, hogy a megyei pártban, ugye egyáltalán az MSZP-ben betöltött szerepem, az milyen, micsoda is pontosan. Én lassan 2 éve vagyok a megyei MSZP elnök helyettese, előtte pedig 6 éven keresztül megyei alelnöke voltam, tehát azt mondhatom, hogy hát lassan 1 évtizede jelen vagyok az MSZP legfelső megyei vezetésében, és hát visszakanyarodva az elejéhez, második alkalommal indulok országgyűlési képviselő jelöltként ebben a választókerületben, amiről fontos elmondani, mert én azt látom a mindennapokban, hogy nem feltétlen tájékozott ebben mindenki, 23 település tartozik ehhez a választókerülethez.
Ugye 24 éven keresztül, 90-től 2014-ig hozzászokhattunk egyfajta választókerületi felosztáshoz. Ugye annak idén Mezőtúr még Túrkevével, Kisújszállással, Mezőhékkel, két Púva Mesterszállással volt egy választókerületben, tehát 6 település tartozott ide. Aztán pedig jött egy jogszabályváltozás 2012-ben, a megye 8 választókerületéből lett 4 választókerület, és hát így alakult, hogy gyakorlatilag Törökszent Miklós központtal egy teljesen új választókerület alakult, tehát ide tartozik hozzánk a teljes Tiszazug, Martfűvel, Tiszaföldvárral, Kunszentmártonnal, úgyhogy egy nagyon nagy terület, amit már bejárni is azt gondolom, hogy nem egy egyszerű feladat. Én mindent megtettem az elmúlt immáron 6 évben, hogy minél inkább megismertessem magamat. Természetesen a kampányidőszak erre még inkább lehetőséget ad. És hát gondolom, hogy itt a későbbiben kampányról, ajánlásgyűjtésről fogunk beszélni, de talán ez így elegendő volt az első kérdésére válaszként. És így ennek miért fontos ez a választókerület? Milyen égető problémákat lát, mert említette, hogy sokat van alkalma járni a kerületet. Igen, hát hogy miért fontos, ugye talán magától értetődő, hiszen az embernek a szülővárosa az mindig a legfontosabb település marad az életében. Azt meg talán nem kell mondani, hogy azért mi családilag nagyon elkötelezettek vagyunk Mezőtúr és a térsége mellett, hiszen a szüleim évtizeden keresztül pedagógusként úgy gondolom, hogy nagyon sokat tettek a városért, és hát ezt a közéleti vénát azért az ember, hozzáteszem, nagyon büszkén hozza magával otthonról. És érdekes, mert ugye az elején inkább a Mezőtúr és környéki településeket ismertem meg, ugye adódóan ebből a közéleti munkából, de amint mondtam, 2012 óta számos más települést is alkalmam volt megismerni, hiszen ebben a bizonyos új felosztásban azért 11 néhány olyan település került a választókerületbe, aminek ugye választási szempontból korábban nem volt köze Mezőtúrhoz és térségéhez. Úgyhogy ez egy szép nagy munka, egy szép nagy feladat. Mindent megtettünk az elmúlt hetekben is, és a következő hát szűk 6 hétben, ami a választásig hátra van, továbbra is mindent megteszünk, hogy minél több helyre eljussunk, minél több településre. Én a héten 10 településre fogok még menni, aláírásokat gyűjteni, szórólapot osztani, beszélgetni az érdeklődőkkel. És hát kérdezte, hogy milyen fontosabb problémák vannak. Erről hál' Istennek már volt alkalmam picit rövidebben, de mégiscsak beszélni itt a városi televízióban néhány héttel ezelőtt, amikor Gőgös Zoltán, az MSZP országos elnök helyettese ajánlott a választók figyelmébe. Talán most akkor van egy picivel több időnk, hogy ezekről a kérdéskörökről beszéljünk. Hadd kezdjem azzal, hogy probléma, megoldandó feladat az természetesen rengeteg van, hiszen mindig mindenkinek a saját problémája a legnagyobb. De biztos, hogy itt több száz problémáról is tudnánk beszélni, de mi az elmúlt évek, hát mondhatom, hogy több száz, de lehet, hogy több ezer beszélgetése alapján, amit lefolytattunk helyi vezetőkkel, helyi lakosokkal mind a 23 településen, 5 olyan nagy problémakör mutatkozott meg, ami biztos, hogy kiemelendő, és még egyszer mondom, hogy amellett rengeteg más kisebb probléma is van. Ez az 5 probléma micsoda? Az M4-es autópálya ügye, a Martfűi Sörgyár ügye, Kunszentmártonban az, hogy a 45-ös főútnak legyen várost elkerülő szakasza, Mezőtúron a kórház bővítése, illetve mondhatom azt, hogy a korábbi állapotok visszaállítása, ami egy nagyon fontos célunk, és hát az összekötő és belterületi utak. Azt gondolom, hogy ezt talán senkinek nem kell mondani, hogy az egész térségben gyalázatos állapotban vannak, tehát biztos, hogy erre egy nagyon komoly állami forrást kell szánni, hogy normális utakon közlekedhessünk. De akkor vegyük sorra ezt az 5 problémát. Elsőként említettem az M4-es autópálya ügyét. Itt érdemes egy kicsit visszamenni az időben, és itt beszélünk az M4-es autópályának az Abony-Fegyvernek közötti szakaszáról, hogy ez a választókerületünknek az északi Törökszent Miklós környéki részét érinti, de nagyon nem elhanyagolható a hatása a Mezőtúr és térsége szempontjából sem, hiszen amennyiben autópálya vezet egy térségbe, akkor az fölkerül a potenciális befektetők térképére, oda tőke érkezik, oda munkahelyteremtő beruházások érkeznek, tehát ebből a szempontból
szempontból is úgy gondolom, hogy ez nem csak Törökszent Miklós és térsége számára fontos, hanem talán a választókerületünk nagyobb hányada számára. Mi történt ezzel a bizonyos Abony fegyvernek közötti szakasszal? A 2014-es választási kampányban nagy csinnadrattával, teszem hozzá, beígérte a Fidesz, hogy el fog készülni ez az autópálya szakasz 2016. szeptemberére. Történt alapkőletétel, ahogy ez egy választási kampányban ugye lenni szokott a kormány oldaláról, elindultak a munkálatok, majd pedig a nevezetes G-nap következett el, ugye ez talán már közszájon forog, amikor Orbán Viktor és Simicska Lajos összeveszett. Miért érdekes ez az M4-es szempontjából? Azért, mert Simicska Lajosnak a cége, a Közgép, ebben a beruházásban is benne volt, mint ugye annak idején, amíg megvolt ez a nagy barátság, számtalan állami beruházásban benne voltak, most megtörtént ez a konfliktus, egy hónapon belül a kormány leállította ennek az útszakasznak az építését, pusztán azért, és ez mondhatom, hogy nyílt titok, mert összevesztek a régi barátok. És mi erre azt mondjuk, hogy egész egyszerűen ez elképzelhetetlen, hogy ilyen történjen egy normális országban, hogy a miniszterelnök és korábbi oligarchája összevész, és akkor leállítanak egy olyan építkezést, ami által a közlekedés továbbra sem biztonságos, mert ha ugye elkészülne ez az autópálya szakasz, mindenféle adat az bizonyítja, hogy egy autópályán sokkal biztonságosabb közlekedni. Ma a 4-es halálúton vagyunk kénytelenek közlekedni, sajnos ugye ez a ragadvány neve a 4-es számú főútnak, hiszen számtalan halálos és súlyos baleset történik. Tehát erről azt gondoljuk, hogy egy nagyon-nagyon rossz bizonyítványt állít ki magáról a Fidesz, amikor ilyen személyes konfliktusok miatt sútba dobja azt a lehetőséget, hogy biztonságban közlekedhessenek a térségben élők, és érkezzen még több beruházás és sok-sok munkahely a térségbe. Tehát ezért gondoljuk, hogy ez nonsens, és amire még érdemes visszautalni, hogy ugye 2015 márciusában történt az építkezés leállítása. Azóta 4 olyan kormányhatározat született, hogy mindig későbbre és későbbre tolta az építkezés folytatását, és ezáltal ugye a befejeztét is. És ahhoz képest, hogy a 2014-es választási kampányban 2016 szeptemberére ígérték az út elkészültét, most ott tartunk a legutóbbi kormányhatározat szerint, hogy a mostani jelen negyed évben, tehát március végéig kellene egyáltalán folytatni az autópálya szakasz építését, ami majd a legutóbbi ígéretek szerint, aminek én nem tudom, hogy lehet-e ennyi ígéret után hinni, 2020 végére kell elkészülnie. Tehát úgy gondoljuk, hogy ebben az ügyben azonnali lépés szükséges, mert megérdemlik a térségben élők, hogy normális úton közlekedjenek, és megérdemlik, hogy ne kelljen Nyugat-Magyarországra, akár külföldre költözni azért, hogy egy jól fizető munkahelyet találjanak. Még egyszer mondom, hogy ahova autópálya vezet, ahova normális út vezet, az a térség felszokott kerülni a potenciális befektetők térképére, és ezáltal munkahelyek érkezhetnek Törökszent Miklós, Mezőtúr, Martfű környékére is. Tehát azt gondoljuk, hogy ez az egyik legfontosabb ügyünk, amit minél előbb meg kell oldani. Második ilyen ügy az a martfűi sörgyár ügye. Én nekem meggyőződésem, hogy a martfűi sörgyár ügye az nem martfűi ügy, hanem térségi ügy, sőt akár országos ügynek is mondhatnám, és mindjárt majd meg is fogom ezt magyarázni. Ja, mi is történt? Itt is érdemes megnézni a hátteret. A helyneken a martfűi sörgyár tulajdonosa évekkel ezelőtt úgy döntött, hogy nem sört, hanem szájdert kíván gyártani a martfűi egységében. Mondom a nézők kedvé, nem biztos, hogy mindenki ismeri a szájdert, ez egy alma alapú szeszes ital, amihez egyébként Magyarországon megtermelt almát használtak volna. Több alkalommal jelezte a helyneken a kormánynak, a térség országgyűlési képviselőinek is, hogy szeretnének jövedéki adó csökkentést, hogy el tudják kezdeni ezt a termelést. Több alkalommal, több országos éves költségvetés készítésénél is süket fülekre találtak. Nem csökkent a jövedéki adó, és tavaly június közepén, amikor elfogadta a parlament a 2018-as költségvetést, akkor néhány hétre rá, én azt gondolom, hogy nem véletlen az időzítés, kivárták, hogy esetleg lesz a pozitív változás ebben a tekintetben az idei költségvetésben, kivárta ezt a cég, majd pedig
közölték július elején, hogy megszüntetik Martfűn a sörgyártást. Miért lényeges Martfű és a térség számára a martfűi sörgyár? Ugye azon túl, hogy szerintem egy szimbólum a térségünkben, a megyénkben, nem szabad attól eltekinteni, hogy itt a kiszervezett munkakörökkel együtt közel 100 munkahelyről beszélünk. Tehát 100 munkahely, 100 család megélhetése került ezáltal veszélybe. Másik pedig, ami természetesen inkább a martfűi önkormányzat számára, a martfűn élők számára fontos, hogy becslések szerint egy 70-80 millió forintos iparűzési adó bevétel esik ki ezáltal a város költségvetéséből. Amiért politikai síkra terelődött ez az ügy, az az, hogy korábban a térség országgyűlési képviselője saját maga szólított föl bojkotra a helynek ennel szemben. Mi erről számtalanszor elmondtuk, hogy elképzelhetetlen az, hogy egy regnáló országgyűlési képviselő a saját képviselői területén működő gyárral, saját területén működő munkaadóval szemben lépjen fel. Tehát ez azt gondolom, hogy példátlan, hiszen az ő dolga az lenne, hogy a térségben élőket képviselje, és jó partneri viszonyt alakítson ki azokkal a cégekkel, akik munkát adnak az itt élőknek. Emlékezetes, hogy nagyjából tavaly ilyenkor zajlott a csíki sör kontra helyneken ügy, ugye nem nálunk, hanem Erdélyben, azóta ez a konfliktus elrendeződött, és hát természetesen ennek is lehetett hatása arra, hogy a helyneken ilyen döntést hozott, hiszen a magyar kormány is egyértelműen ebben a konfliktusban a helynekennel szemben foglalt állást, miközben mi azt gondoljuk, hogy ezt rá kellett volna hagyni ezekre a cégekre, mert ezáltal nagyon nehéz helyzetbe került, még egyszer mondom, hogy 100 család, illetve a térség is. Hiszen nem csak Martfűről dolgoztak, még valamennyien dolgoznak is a sörgyárban, hanem a környező településekről is. És ígértem, hogy arra is kitérek, hogy ez miért is országos ügy. A Heineken a cider gyártást nem csak, hogy nem Martfűn fogja megkezdeni a döntése következményeképpen, hanem nem is Magyarországon. A legutóbbi hírek szerint Szlovákiába viszik ezt a termelői kapacitást. A korábbi tervek szerint Martfűről látták volna el a térség több országát ezzel a termékkel. Úgy néz ki, hogy sajnos nem csak Martfű és térsége, a megyénk, hanem egész Magyarország elveszíti ezt a beruházást. Tehát ez egy nagyon fontos pontja a programunknak, hogy ezt amennyiben lehet fordítsuk vissza ezt a folyamatot. Ehhez pedig még egyszer mondom, hogy normális partneri viszony szükségeltetik a gyárral és a gyárnak a vezetésével. A harmadik ügyünk, az a mezőtúron azt gondolom, hogy egy régi ügy az a mezőtúri kórháznak a fejlesztése. És én számtalanszor elmondtam, hogy ha valamiben, akkor ebben a Magyar Szocialista Párt nagyon hiteles itt mezőtúron. Hiszen 2006-ban emlékezetes, hogy kormányzati támogatással 1,5 milliárd forintból épült egy új szárny a kórházunkban. 2010 óta sajnos leépülés tapasztalható, hiszen akkor még volt intenzív osztály, sürgősségi osztály és sebészeti osztály, ma pedig ezek nincsenek. Ugye sürgősségi az valamilyen formában van, de nem osztály formájában. Intenzív osztály az ugye sajnos már nincsen, miközben ezt is sokszor elmondtuk, hogy közadakozásból is, részben közadakozásból jött létre az intenzív osztály annak idején, és ugye egynapos sebészet ugyan van, de sebészeti osztály nincsen. Tehát úgy gondoljuk, hogy számtalan egyéb városi és térségi probléma mellett talán ez a legnagyobb, hogy a 2010 előtti állapotokat vissza tudjuk állítani, és megint legyen intenzív osztály, sürgősségi osztály, illetve sebészeti osztály, mert a mezőtúron és a térségében élők ezt megérdemlik, hogy olyan ellátáshoz jussanak, ami leginkább garantálja a gyógyulást, ne kelljen beutazni Szolnokra, talán egy egyszerű problémával, számtalan ilyen esetet hall az ember. Hát az intenzív osztályt meg nem kell mondani, hogy számtalan alkalommal életet menthet. Az a térség, ahol nincsen intenzív osztály, lehet mondani, hogy ott talán másodrendű állampolgárok élnek, hiszen a túlélési esélyek egy nagyobb egészségügyi probléma esetén jóval csekélyebbek, hogyha nem tud időben egy olyan ellátáshoz jutni a beteg, amit egy intenzív osztály garantál. Tehát azt gondoljuk, hogy mezőtúron és a választókerületünkben is ez egy nagyon fontos, megoldandó probléma.
A negyedik nagy ügy az ötből, az ugye földrajzilag picit távolabb esik, és talán kevésbé fontos itt, de talán a felvételt majd nézhetik, ha más nem, akkor az interneten keresztül kunszentmártoniak és a térségben élők is. Tehát ez az ügy a 45-ös elkerülő út szakaszának megépítése, ami kapcsán azt mondom, hogy megint tekintsünk egy kicsit a múltba. 2010-ben az MSZP kormány, amikor az M44-es autópálya terveit jóváhagyta, akkor engedélyes terv volt arra is, hogy a 45-ös út az el fogja kerülni Kunszentmárton városát. A 45-ös út, ugye, ami Hódmezővásárhely és Szentes felől csatlakozik be a 44-esbe, ma Kunszentmártonnál. A hatalmas kamionforgalom, teherautóforgalom az, ami átmegy ezáltal a városon. Tehát 8 évvel ezelőtt engedélyes tervek voltak erre. Időközben elindult az M44-es beruházás. Én kunszentmártoniaktól tudom, hogy egy jó egy évvel ezelőtt, amikor napvilágot láttak a tervek, ők voltak a legjobban meglepve, hogy nem szerepel ennek a bizonyos elkerülő útnak a terve az M44-es projektben. Azért fontos a város számára ez az elkerülő út, mert ma ugye ez a hatalmas forgalom átmegy a városon, az ingatlanok állapota egyre romlik ezen az útvonalon, nyomvonalon. Ha megépül ez az elkerülő szakasz, akkor természetesen a közlekedés is biztonságosabbá válik a városban, hiszen az elmúlt években több halálos baleset történt a 45-ös főút városi szakaszán, és amiért pedig gazdasági okokból nagyon fontos ez az elkerülő út, hogy a Kunszentmártoni Ipari Parknál haladna el. Hát úgy gondoljuk, hogy ez egy rendkívül fontos ügy, a következő hetekben mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy minél inkább felhívjuk erre a figyelmet. Korábban egyébként helyi önkormányzatban, megyei önkormányzatban személyesen én is beszéltem erről a problémáról. Tavaly a már említett éves országos költségvetéshez az MSZP frakcióvezetője Tóth Bertalan az én személyes kérésemre nyújtott be egy módosító indítványt 5 milliárd forint értékben, ami megoldotta volna ennek az elkerülő útnak a megépítését. Sajnos ezt a Fidesz még a bizottsági szakaszban lesöpörte, tehát a parlament elé sem tudott kerülni, és sajnos az illetékes minisztérium képviselője is ugyanígy tett. Azt mondom, hogy ebben az ügyben haladni kell tovább, mert ez a kunszentmártoniak érdeke. És akkor az ötödik ilyen nagy témakör, az mondhatnám sajnos, hogy ez egy Jolly Joker bizonyos értelemben. A térségben rengeteg helyen vannak nagyon rossz állapotban, akár a belterületi utak, akár az összekötő utak. Említhetnénk itt akár a Mezőtúr-Túrkeve útszakaszt, a Kuncsorba-Túrkeve útszakaszt, aztán a kicsit távolabb megyünk, akkor a Csépa-Csongrád szakasz az, ami hát legendásan rossz minőségű. Ugye itt Mezőtúr-Mezőhék között is van még egy szakasz, ami továbbra is rossz minőségű, de akár egyébként még a 4-es főútnak, vagy a 46-os útnak is mondhatnánk olyan szakaszait, ahol nem a legbiztonságosabb a közlekedés. Hát azt gondoljuk, hogy itt gyakorlatilag a választókerület mind a 23 településén lenne teendő, és erre nagyon komoly állami forrásokat, akár Európai Uniós forrásokat kell fordítani annak érdekében, hogy normális utakon közlekedhessünk. És itt is hagyd tegyem hozzá, talán közgazdászként sokszor beszél erről az ember, sokszor gondol erre, hogy nagyon fontos gazdasági jelentősége van annak, hogy milyen út, milyen minőségi út, hány sávos út vezet egy térségbe. Gyakorlatilag ez az ötödik témakör, amit mi kiemeltünk a sok száz problémából. A tévénézők találkozhattak a szórólapomon is ezzel az öt témával. Következő hetekben, amik a választásig még hátra van, nagyon sokat fogunk ezekről a témákról, és még sok egyéb témáról, tervről, programjavaslatról beszélni. Kettő dologra szeretnék reagálni. Az egyik, vagyis arra a kettőre, amelyik legjobban érintheti talán Mezőtúrt, az egyik ugye az utak, a másik a mezőtúri kórház. Az első kérdésem az lenne, hogy a szocialista párt az hogyan oldaná meg az orvosi hiányt? Ugye általánosan elfogadott tény, hogy orvosi hiány van Magyarországon. Menjünk sorba akkor, jó? Tehát az orvos hiány volt az első kérdése, és akkor lehet, hogy egy kicsit már át is kanyarodunk itt az MSZP párbeszéd szövetség országos programjának egyes pontjaira. Ugyanis az egészségügy az egyik legfontosabb pontja a mi választási programunknak, hiszen mindenféle felmérés szerint az embereknek a nagyon jelentős része
amikor arról kérdezik, hogy mik az ország legnagyobb problémái, akkor az egészségügyet, illetve az oktatást említi. De most nagyon szűken, szorosan a kérdésnél maradva, az orvoshiányt azt úgy tervezzük megoldani, hiszen óriási elvándorlás van Magyarországról az egészségügyi dolgozók közül. Tehát, hogy rengeteg orvos, illetve egészségügyi dolgozó, szakápoló keresi meg a kenyerét sajnos Nyugat-Európában és nem itthon. Éppen ezért egy jelentős mértékű béremelést tervezünk mind az orvosok, mind az egészségügyi dolgozók számára. Azért, hogy első lépésként megállítsuk az elvándorlást, és második lépésként, talán ez távlatibb cél, hazacsábítsuk azoknak egy részét külföldről, akik ma ott keresik a kenyerüket. Tehát ez egy nagyon fontos pontja maga az egészségügy is, az egészségügyi programunkon belül pedig ez a pont, hogy hogyan is lehetne ezt az elvándorlást megállítani. Akkor a másik kérdésre reagálva, én az M4-es autópálya említett szakasza kapcsán tudom mondani, és itt nem minősíteném, hogy a képviselő úr igazat mondott, nem mondott igazat ebben a Mezőtúr Túrkeve út témakörében. No de az ómen azért nem jó, hiszen az M4-es kapcsán, ahogy említettem, már 4 kormányhatározat született az elmúlt 3 évben, ami mindig későbbre és későbbre tolta ki az útszakasz folytatását, meg hát ezáltal természetesen az elkészültét is. Én azt látom egyébként, hogy minden választási kampányban Boldog úr valamilyen biztos lesz. Ugye múltkor volt útügyi biztos, most talán fejlesztési biztos, hogyha jól láttam. Én meg azt látom, az a biztos, hogy az útjaink azért úgy igazándiból nem lesznek jobbak. Hát én úgy gondolom, hogy ha van egy választási vállalás, ahogy volt 2014-ben az M4-es kapcsán, ez a bizonyos 2016. szeptemberi ígéret, akkor azt be kell tartani. Hiszen egy választási kampányban programok, javaslatok, vállalások alapján döntenek a választók. És ilyen aspektusból lehet mondani, hogy amennyiben a Fidesz ugye nem tartja be ezt az ígéretet, már pedig itt már beszélhetünk múlt időben is, hiszen állnak itt Törökszentmiklós, Szolnok, Fegyvernek környékén ezek a torzók, akik arra közlekedik, láthatja, felveri a gaz azt a, hát én nem tudom hány felüljáró kezdemény, de jó néhány van. Ott van több mint 30 milliárd forint a közös pénzünkből benne a földben, és hát forgalom ugye természetesen nem mehet ezen az úton, mert hogy még nagyon távol állunk attól, hogy elkészüljön. Tehát összefoglalva én azt tudom mondani, hogy ha akkor nem mondtak igazat, akkor elképzelhető, hogy máskor sem mondanak útfelújítási ügyekben igazat. Ön pénteken itt a mezőtúri piacon gyűjtötte az aláírásokat. Ezzel mi a helyzet? Hogy haladnak a... Én örömmel mondhatom, hogy ugye múlt héten, hétfőn, a 19-én kezdődött az ajánlásgyűjtés időszaka. 500 érvényes aláírást kell annak leadni a választási bizottságnál, aki egyéni képviselőjelöltként szeretne indulni. Mi azt terveztük már a gyűjtés előtti héten is, egy nagyon pontos menetrenddel. Mondhatom, hogy hál' Istennek több mint 100 segítő dolgozott be, segített be nekem az ajánlásgyűjtésbe. Tehát velük úgy alakítottuk ki a menetrendet, hogy hétfőtől elkezdjük gyűjteni az ajánlásokat egészen csütörtök estig, és pénteken fogjuk leadni majd a választási bizottságnál. Ez így is történt, habár már a második napon, kedden délelőtt megvolt az 500 aláírás, de tartva ezt a menetrendet, mi csütörtök este gyűjtöttük vissza a segítőinktől, itt Mezőtúron, Kunszentmártonban, Martfűn, Tiszaföldváron, Törökszentmiklóson, Kengyelen, és hosszan sorolhatnám, hál' Istennek, hogy hol vannak nekünk segítőink. Tehát összegyűjtöttük az aláírásokat, és pénteken több mint a dupláját leadtuk ennek a bizonyos 500 darabos elvárásnak, és azóta pedig még pénteken a választókerületi választási bizottság már nyilvántartásba is vett engem, mint országgyűlési képviselőjelöltet, úgyhogy én azt mondhatom, amit pénteken is elmondtam a piacon, hogy nagyon szépen haladt az aláírásgyűjtés. Ha összevetem, mert ugye van lehetőségem összevetni a 4 évvel ezelőttivel, akkor gyorsabban és több aláírást tudtunk összegyűjteni. Tehát az tapintható, az kézzel fogható, hogy egy változtatási igény van ebben az országban, és a mi választókerületünkben is. Erre talán nincs is jobb bizonyság, mint hogy
két nappal ezelőtt Hódmezővásárhelyen az ellenzék egy hatalmas győzelmet tudott aratni a Fidesz jelöltje fölött. Későbbiekben erre még egy picit bővebben szeretnék kitérni. Tehát azt mondhatom, hogy nagyon jól haladt az ajánlásgyűjtés. Egyébként március 5-ig lehet hivatalosan gyűjteni az aláírásokat. Mi élni fogunk ezzel a lehetőséggel. Említettem, hogy a héten még 10 településre fogok eljutni én is személyesen, a segítőim még több településre, és hát az a cél természetesen egy választási kampányban, hogy minél többekkel tudjunk beszélgetni, véleményeket begyűjteni, mert ennek az időszaka van, és minél több emberrel találkozunk, én annál inkább érzem a változtatás igényét, hogy leváltsuk ezt a kormányt. Amit én nagyon fontosnak tartok, egyfajta nulladik pontként tisztába tenni, hogy nekem nem azzal van probléma, hogy ki, melyik jelöltet, melyik vetétársamat, ki és honnan segíti. Ez azt gondolom, egy bizonyos pontig, csak egy bizonyos pontig magánügye az adott jelöltnek, illetve kampánycsapatnak. Amit egyébként az országos média is feszegetett, hogy mennyibe kerül az, hogy itt vannak ezek a fiatalok, a hírek szerint heteken keresztül 31 néhányan. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos aspektusa ennek a kérdésnek, illetve az is, hogy hát kifizeti a révészt, ahogy mondani szokták. Ugye ez azért lényeges, mert megvan a törvényi korlátja annak, hogy egy választókerület választási kampányára egy-egy párt mennyi pénzt költhet. Ez ma 5 millió forint a Fidesz által hozott jogszabályok alapján. Most én az index.hu-n olvastam talán egy olyan számítást, hogy ha ők ezt jól számolták, akkor ennek a keretnek nagyjából a felét elviszi az, hogy ezek a fiatalok itt vannak, és segítik a Fideszt a választási kampányban. Ez az egyik aspektusa a dolognak. Amire én előbb utaltam, hogy mindenki olyan segítséget vesz igénybe egy bizonyos adott pontig, amit gondol. Én gondoltam itt arra is, hogy 4 évvel ezelőtt engem is segítettek egyébként pontosan erdélyi barátaim a választási kampány hajrájában, nem ilyen nagyságrendben, nem ennyien, barátságból egyébként is néhány napig. Tehát erre mondom én azt, hogy ahogy gondolja az adott kampány, tehát olyan segítséget vesz igénybe, de az még egyszer mondom, nagyon nem mindegy, hogy kifizeti a révészt. A másik, amiért én úgy gondolom, hogy talán ezért volt hangos ettől az országos média, az a Fidesz és a képviselő reakciója. Tehát az a támadó hang, nem az a hazaárulózás, migránshozás, ami penetráns, én úgy gondolom. Tehát ezt tapasztaljuk sajnos a Fidesz részéről évek óta, hogy nem az érdemi dolgokról beszél. Soroshozás, migránshozás, elképesztő állami források elköltése arra, hogy ez az emberek fejébe átszivárogjon, miközben nem beszélnek arról, hogy mi van az egészségügye, mi van az oktatással. Hogy 3 millió szegény ember helyett ma már 4 millió szegény ember van Magyarországon. Nem beszélnek arról, hogy miért kellett a tankötelezettséget 16 évre csökkenteni, és ezáltal több ezer gyereket kidobni a való világba, hogy így mondjam, mert majdnem azt mondtam, hogy a munkaerőpiacra, de aki 16 éves korában elhagyja ugye a közoktatást, és nincsen semmilyen papír, semmilyen végzettség a kezében, az mihez kezd? Tehát ez is egy óriási felelőtlenség. Az is egy nagy felelőtlenség, hogy ma a szegényebb családok gyermekei gyakorlatilag nem tudnak diplomához jutni. Éppen ezért van benne a mi programunkban, hogy aki bekerül a felsőoktatásba, főiskolára, egyetemre, eléri a megfelelő pontszámot, annak a számára az első diplomát ingyenesen fogjuk biztosítani. Tehát számtalan olyan érdemi kérdésről kellene szólnia ennek a választási kampánynak, amiről nem szól sajnos a Fidesz oldaláról, és amikor megkérdezte azt hiszem a Hír TV a képviselőt, hát akkor is ugye ez a hazaárulózás, soroshozás volt a válasz. Ez nem válasz, ez látható az elmúlt napok híreiből, ahogy megy előre ez az ügy. Erre érdemi válaszokat kell adni a Fidesznek, mert láthatóan egy országos média figyelem övezi ezt az ügyet. Jelen pillanatban azt hiszem, hogy ennyit lehet ezzel kapcsolatban elmondani. A kőhoni magyarok is szavaznak majd áprilisban. Erről mi az MSZP, az ön álláspontja? Nekünk ebben markáns az álláspontunk, és hadd indítsam onnan, hogy
Sajnos Magyarországon sok éve lehet a belpolitikában azt tapasztalni, hogy a Fidesz két részre osztja akár a politikai erőket, akár a nemzetet is. Mert azt mondja, hogy aki fideszes, csak azt támogathatja a határon túliakat, a többi meg hazaáruló. Meg csak ő gondolkodhat nemzetbe, a másfajta gondolkodású ideológiához kötődő emberek pedig nem. Mi ezt számos alkalommal visszautasítottuk, mert hogy semmilyen alapja nincsen. 2010-ben, amikor az országgyűlés szavazott arról, hogy a külhoniaknak legyen szavazati joga, azt az MSZP is akkor megszavazta. Továbbra is ezt a véleményünket fenntartjuk, mert szerzett jogot elvenni, ugye ez a mi fő logikánk, szerzett jogot elvenni, hogy úgy mondjam, nem illdomos. Most amit viszont nagyon fontos ehhez hozzátenni, azzal van az igazi probléma, hogy sok százezer Magyarországon született honfitársunk viszont kivándorolt Nyugat-Európába. Ja, ott keresi a mindennapi kenyerét. Éppen ezért mi a határon túliak szavazása kapcsán inkább arra tesszük a fókuszt, hogyha ők szavazhatnak levélben, akkor miért nem szavazhat levélben az a legutóbbi statisztikák szerint több mint 500 000 honfitársunk, aki még egyszer mondom, hogy ide született, és többnyire anyagi okokból, pénzügyi okokból innen volt kénytelen távozni és Nyugat-Európában keresni a kenyerét. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a dolgot úgy lehetne rendbe tenni, úgy lehetne igazságossá tenni, hogyha a kormány, a fideszes többség jóvá hagyta volna azt a többször benyújtott MSZP-s javaslatot, hogy szavazhassanak levélben azok is, akik innen mentek el Nyugat-Európába. És innentől én úgy gondolom, hogy nem lenne ekkora ellentét a határon túliak szavazati jogát illetően sem. Volt már szó Hódmezővásárhelyről. Ugye most vasárnap volt egy időközi polgármesteri választás, amit sokan az április 8-ai választások főpróbájának neveznek. Ön mit gondol erről a választásról? Ugye itt minden ellenzéki párt beállt egy független jelölt mögé, és így győzte le a Fideszt. Így van. Én úgy gondolom, hogy a Hódmezővásárhelyi polgármester választás, és ez látszik az elmúlt napok híreiből, messze túlmutat azon, hogy egy megyei jogú alföldi város új városvezetőt választott. Természetesen a Fidesznek az az érdeke, hogy most azt láttassa, hogy ott helyben választott az a nagyjából 21 néhány ezer választó egy új polgármester. De még egyszer mondom, hogy ez messze túlmutat ezen a helyi jelentőségen. Hiszen Hódmezővásárhely az az elmúlt 28 év rendszerváltás óta eltelt időszak összes választási eredménye szerint a Fidesz egyik legerősebb és legemblematikusabb városa. Amikor vasárnap este követtük az eredmények feldolgozását, akkor nagyon sok barátommal, pártársammal, vezetőkkel beszéltünk arról, és ez Karácsony Gergely miniszterelnök jelöltünk is elmondta azóta, hogy ha Hódmezővásárhelyen le lehet győzni a Fideszt, akkor április 8-án bárhol ebben az országban le lehet győzni a Fideszt. És április 8-án ugye ennek egy nagyobb jelentősége van, hiszen akkor le tudjuk váltani ezt a kormányt. Tehát nem véletlen, hogy felbojdult a közélet az elmúlt másfél-két napban, hiszen még azért friss ez az eredmény, mert én úgy gondolom, hogy talán volt ennek némi előszele, de talán az ellenzéki jelölt győzelme, és főleg a győzelmének a mértéke, körülbelül 16%-kal előzte meg a Fidesz jelöltjét, tehát a győzelmének a mértéke az talán mindenkit meglepett, még a legfelkészültebb elemzőket, illetve politológusokat, meg politikusokat is. Hiszen ez tényleg azt üzeni, hogyha nagyon sokan elmennek választani egy adott településen, akkor a Fideszre ugye azt szoktuk mondani, hogy a legszervezettebb kisebbség, mert a Fidesz az bőven kisebbségben van ma Magyarországon. Neki van egy stabil bázisa, amelyik akkor elegendő számára a győzelemhez, ez számtalan választásra visszatekintve mondhatjuk, hogyha viszonylag kevesen mennek el szavazni. 4 éve körülbelül 60%-a ment el a magyaroknak szavazni, itt a választókerületünkben meg mindössze 55%. Tehát alig több, mint a választásra jogosultak fele. A Hódmezővásárhelyen egy önkormányzati plán, egy időközi önkormányzati választáson, ahol mindig
tényleg egy nagyon alacsony részvétel van, azt lehet mondani, egy önkormányzati választáson is, a parlamentihez képest alacsonyabb részvétel van, egy időközi választáson meg pláne alacsonyabb részvétel szokott lenni. Tehát éppen ezért volt annak jelentősége, hogy több mint 60%-a elment a hódmezővásárhelyieknek szavazni, és ez azt mutatja számunkra, hogyha sokan el fognak menni április 8-án szavazni, akkor bizony a Fidesz leváltható. Mert a legszervezettebb kisebbség akkor tud győzni, ha kevesen mennek el szavazni, ha sokan elmennek szavazni, akkor azok fognak győzni, az a nagy többség fog győzni, akiknek elegük van a mai hatalomgyakorlásból, elegük van a sorosozásból, a migránshozásból, elegük van az egészen a miniszterelnök családjáig elérő korrupcióból. Tehát én úgy gondolom, hogy a hódmezővásárhelyi választás reményt és mintát adott ahhoz, hogy április 8-án itt nagy dolgok történjenek ebben az országban. Viszont azt talán nem szabad elfelejteni, hogy ugye az ellenzéki pártok visszaléptek a független indulójavára. Ez országos szinten is lehetséges? Úgy gondolom, hogy a mai napon, amit korrektül lehet mondani, az az, hogy egy minta már van Hódmezővásárhelyen. Természetesen azért itt 106 választókerületről beszélünk országosan, nem pedig egy város polgármester választásról, és egy városi pártok közötti együttműködésről, vagy visszaléptetésekről. Én úgy gondolom a mai napon annyit korrekt mondani, hogy innentől kezdve az ellenzéki pártok vezetőinél pattog a labda. Tehát ha Hódmezővásárhelyen sikerült megteremteni a győzelem lehetőségét, akkor láthatjuk az elmúlt napok híreiből is, hogy több párt már kezdeményezte egymással, hogy egyeztessenek, hogy visszaléptetésekről tárgyaljanak. A következő néhány hétben ki fog derülni, hogy mi ennek a pontos formája, de az biztos, hogy Hódmezővásárhellyel nagyot fordult a választási kampány menete. A lehetőség és a remény az most itt van az ellenzéki oldalon. Annak a kereteit kell megteremteni a következő hetekben, hogy ez ne csak lehetőség, ne csak remény legyen, hanem egy győztes eredmény április 8-án éjszaka. Akkor ön kimeri jelenteni, hogy most van esélye arra, hogy kormányváltás legyen április 8-án? Én eddig is azt mondtam, hogy van esélyre, de most talán még nagyobb esély kínálkozik a hódmezővásárhelyi eredménnyel. Én korábban is azt mondtam, hogy ha sokan elmennek szavazni, akkor le lehet váltani a kormányt. Mert nagyjából itt azt mondják, hogy egy olyan 1,5-2 millió szavazója lehet a Fidesznek, viszont 8 millióan szavazhatnak. Tehát ott van még egy 6-6,5 millió ember, akiknek ha a többsége, a nagyobb többsége el fog menni szavazni, akkor le tudjuk váltani április 8-án ezt a kormányt. Én köszönöm szépen Rózsa Endrének, hogy eljött hozzánk ma a stúdióba. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, önök a Túri Objektívet látták. Ne feledjék, műsorainkat az interneten is megtekinthetik. További szép napot kívánok, a viszontlátásra!